Sziasztok! Ebben a videóban a csodálatos Bali két arcát szeretnénk nektek bemutatni. Éppen egy fantasztikus női elvonuláson vagyok, a belső-külső megújulás jegyében. Számomra Bali az egyik legspirituálisabb hely a világon, nem véletlenül hívják az Istenek szigetének. Emellett pedig elképesztő természeti adottságai miatt a pihenésre és nyaralásra is tökéletes helyszín. Ebben a rövid videóban mindkét világ hangulatát szeretnénk megmutatni nektek. Tartsatok velünk! Nagyon sokan Balira a jó idő miatt jönnek, a tenger miatt, a pálmafák miatt, a fantasztikus vízesések miatt és a természeti adottságok miatt, illetve hát a luxusszállodák miatt, ami tényleg elképesztő kínálattal rendelkezik, akár ételek, akár programok tekintetében. Azonban van egy réteg, aki azért utazik Balira, mert a spirituális feltöltődésre éhezik, gyógyulni jön, tisztulni jön és önmagával kapcsolódni jön. Mi is egyébként most egy ilyen női elvonuláson vagyunk, Margaret Fancy belső-külső megújulás táborában, ahol lehet is látni, hogy nagyon sokféle nő érkezik a programra. Én is hoztam egy csapatot, illetve más partnerek is hoztak egy csapatot. Most konkrétan 36 nő dolgozik együtt ez alatt az idő alatt, ez alatt a 10 nap alatt, amíg itt vagyunk. És nagyon mély megéléseink vannak. Vannak, akik azért jöttek, hogy önmagukkal kapcsolódjanak, vannak, akik egy gyászt jöttek földolgozni, van, akik egy szakítást, van, akik egy nagy betegségből épülnek föl, és szeretnének újra magukra találni. És már az atmoszférában lehet érezni azt a különleges, magas szintű spirituális rezgést, ami egyébként jellemzi Balit. Ezeknek az embereknek napi szinten része az életüknek az ima, a hálaadás, az önmagukkal kapcsolódás, a természettel való kapcsolódás, a szeretet, az, hogy ne ártsanak másoknak, az, hogy elfogadjanak mindent, ami velük történik, mindennek legyen egyfajta pozitív tanulsága. És nyilván a nyugati társadalomban élő embernek, aki hatalmas pörgésben van, folyamatosan dolgozik, rendkívül sok szerepben kell helytállni, ez egy nagyon nagy kihívás, hogy idejön, és próbáljon meg lelassulni, és próbálja meg felszínre hozni azokat a nagyon mélyen lerakódott, akár több évtizedes traumákat, amiket hordozunk magunkkal, hogyan tudjuk magunkat felszabadítani ez alól, és hogyan tudunk egy pozitív, egy nyugodt, egy kiegyensúlyozott életet élni. És nem csak itt, amikor itt vagyunk Balin, hiszen itt nyilván ez egy sokkal egyszerűbb kapcsolódás, hanem amikor visszamegyünk, hazamegyünk, mi az, amit esetleg át tudunk ültetni ebből a rengeteg csodából, amiben itt részünk volt, amikor a normál kerékvágásba visszatér az ember. Fantasztikus programok vannak egyébként itt a 10 nap alatt, minden reggel jogával, légző gyakorlatokkal kezdünk, részt veszünk egy kirtán ceremónián, ami egy éneklés, egy folyamatos mantra ismételgetés, gyönyörű zene kíséretében. Ez is egy olyan dolog, hogy a legtöbb ember azt gondolja, hogy ő nem tud énekelni. Ez olyan, mint a tánc egyébként, hogy én nem tudok táncolni, én nem tudok énekelni, akkor én meg se szólalok, én nem hagyom a hangomat hallatni, és nem szeretném, hogy mások ezt lássák. És egy idő után feloldódik ebben az ember, és rájön arra, hogy senki nem őt figyeli. Igazából ez arról szól, hogy neked milyen megéléseid vannak, hogy merd hallatni a hangodat, merd megmozdítani a testedet, másfél órán keresztül tudjál egy helyben ülni mondjuk, és egyszerűen csak elmélkedni, a légzésedre figyelni, vagy éppen kapcsolódni. És mivel Margaret, aki ezt a rendkívüli elvonulást szervezi, itt él már jó ideje a szigeten, olyan gyógyítókhoz tudtunk bejutni, olyan fantasztikus ceremóniákon tudtunk részt venni, például a meluka ceremónián, például virág ceremónián, olyan szeánszokon, amikre turista nem tud bejutni. Egyszerűen, amikor az ember ide kijön, vannak olyan szent helyek, amiket meglátogathatunk, amik egyértelműen turisztikai központok, és jó sokan is vannak. Fantasztikus fotókat lehet készíteni, azonban nem biztos, hogy ezek azok a helyek, ahol igazán mélyen tudsz önmagaddal kapcsolódni, vagy azokkal a mély elakadásokkal,
ami alól föl kell magad szabadítani, hogy teljes életet élhess. És itt aztán a 10 nap alatt megtapasztalhattunk mindent, rendkívül sokat nevettünk, sokat sírtunk, sokat kiabáltunk, sokat táncoltunk, sokat énekeltünk, és érdekes az, amikor az ember kijön ide, és napról napra egyre jobban nyílik meg, egyre jobban átszellemül, és lehet látni azokat a mély és szeretetteljes kapcsolódásokat, amit egyébként azt gondolom, hogy minden ember és minden nő megérdemel. Van, aki úgy jött el otthonról, hogy 3-4 gyereket hagyott otthon, hogy igen, most végre ez a 10 nap rólam szól. Van, aki úgy jött el, hogy a férjét kell egyőzködni, hogy oké, most tényleg szeretném megélni ezt a 10 napot. Rendkívül sokfélék vagyunk, és a hétköznapi életünkben nincs lehetőség és idő sem azzal foglalkozni, hogy másokkal kapcsolódjunk, vagy megéljük ezeket a mélységeket. Az egyik legnagyobb hatást egyébként rám a melukat ceremónia gyakorolta, amivel egyébként a családommal vettem részt, itt van a férjem is, illetve itt van a kisfiam is, és részt vettek ők is ezen a ceremónián. Nem csak az ima volt a lényeg, az, hogy bizonyos dolgokat el kell engednünk, föl kell szabadítsuk magunkat alóla, hanem egyfajta áldás is, egyfajta pozitív jövőkép kialakítása is, hogy mi az, amire igazán vágyunk. Ott volt velünk egy pap is, aki ezt az egészet kísérte csodálatos módon, és amikor az a vízesés, ami alá beálltunk, és szakadt ránk a víz, és átéltük azt, hogy hogyan engedjük el azokat a régi traumákat, sérelmeket, szégyenérzetet, vagy bármi, ami minden ember életében igazából van, akár gyerekkorból, akár felnőttkorból, egy nagyon mély megélés volt, és egy nagyon megtisztító ceremónia. És láttam a lányokon is, hogy tényleg olyan felszabadultan, olyan más emberként jöttek utána ki, és egyébként nagyon büszke voltam a kisfiamra is, aki 8 éves, és végigcsinálta velünk ezt az egészet, és az ő szintjén egyébként neki is vannak olyan dolgai, mint azt mondta, hogy anya, én ezt szeretnék elengedni, vagy anya, én most erre vágyom. És tulajdonképpen erről szól az egész spirituális fejlődés. Ez olyan, mint amikor 2 magot elültetsz, és 2 különböző növény fog belőle kikelni. Nem tudhatod azt, hogy az a növény mennyi idő alatt kel ki, nem tudhatod azt, hogy az a növény milyen virágot fog bontani, és attól, hogy az egyik esetleg előbb kivirágzik, mint a másik, még nem azt jelenti, hogy az egyik szebb, mint a másik. És pont arról szól mindenkinek szerintem az egyéni spirituális megélése és útja, hogy a saját tempójában fejlődik, és hogyha erre vannak olyan nagyon profi spirituális tanítók, szakemberek, akik tényleg tisztán és őszintén segíteni akarnak nekünk és támogatni minket, és kísérnek minket ezen az úton, akkor azt hiszem, hogy már megérte ide látogatnunk. Persze itt van a másik oldal is, ami ugye a fantasztikus luxusszállodák, és azok az Insta place-ek, melyeket a social médiában oly sokszor láthatunk. Mi is egyébként az idei évben ellátogattunk egy új helyre, az Edge-be, ami egy sziklafalra épült fantasztikus luxusszálloda, egy infinity pool-lal, egy átlátszó medencével, és szerintem ti is ismeritek már, hiszen a social médiában a legtöbbet, aki itt van, az általában ott szokott fotózkodni, hogyha kifejezetten egy ilyen speciális helyet keres, és ennek van egy 180 nevű bárja, ahova egyébként be lehet látogatni akkor is, és egy napi jegyet lehet vásárolni, amikor éppenséggel nem vagy szálló vendég. És ott aztán tényleg, ami szemszájnak ingere, a fantasztikus luxus körülmények, a finom koktélok, a csodás ételek, és persze az a panoráma, az a kilátás, ami azt gondolom, hogy megfizethetetlen, amikor lenézel abból a medencéből, és látod a gyönyörű sziklákat, látod a gyönyörű tengerpartot, és látod azt a csodálatosan kék vizet. Mi egyébként már 1 hónapot itt töltöttünk korábban, akkor a fiam 3 éves volt, és 1 hónapon át itt csillagtúráztunk Balin, abból 2 hetet Nusaduán töltöttünk, 2 hetet pedig Ubudban, és onnan mentünk különböző helyekre, és körbelátogattunk mindent, amit csak lehetett. Általában 1 napot pihentünk a szállodában, és 1 napot pedig reggeltől estig mentünk a különféle fantasztikus helyekre, és próbáltuk átélni azokat a dolgokat, amikről Bali szól, akkor voltunk ugye itt elsőként. Most azért volt ez nagyon más számomra, nem csak azért, mert
mert szintén a család kísért, de most már ugye jóval nagyobb a kisfiam, hanem azért is, mert ahogy említettem, olyan gyógyítókhoz és olyan helyszínekre jutottunk el, ami ahová egy turista nem igazán tud eljutni. Ez tényleg az kell, hogy legyen itt valaki, aki jelen esetben Margaret volt, és támogasson minket abban, hogy a legjobbat kapjuk, hogyha gyógyulni és fejlődni szeretnénk. Ami még nekem egy fantasztikus élmény volt, az Udara Jóga Központ, ahol egy jóga fesztiválon vettünk részt. Jógáztunk, volt egy elképesztő hangtálmeditáció, együtt énekeltünk, együtt zenéltünk, volt egy kirtán ceremónia, ezen kívül volt egy Exotic Dance nevű fantasztikus program, ami azt jelentette, hogy tényleg minden feszültséget elengedve a testünkből egy nagyon jó DJ zenélt, és másfél órában mindenki táncolt, mindenki énekelt, mindenki újongott és ugrált, és olyan érdekes volt, hogy délelőtt 11 órakor ki az, aki tényleg el tudja úgy engedni a gátlásait és megélni ezt a fajta energetikát, ami szerintem hozzátartozik az is egyébként, nem csak a légzés, nem csak a meditáció, hanem az, hogy bemozgassuk a testünket, és ezáltal tud megtörténni ez a fajta varázslat. Úgyhogy zseniális élményben volt ott is részünk, amikor 200 ember együtt táncolt és együtt énekelt. Hát ilyen Bali két arca, úgyhogy akár az egyikre vágysz, akár a másikra, itt biztos, hogy meg fogod kapni és nem fogsz csalódni. Azonban arra inspirálnálak, hogy ne csak az egyik oldalt próbáld ki, hiszen az élet és az egyensúlyról szól, a hétköznapok is az egyensúlyról szólnak, és ha már itt vagy, akkor tapasztald meg mindkét oldalt. Folyamatosan egyébként rendezünk Margaret Fancy belső-külső megújulás elvonulásokat, és ha te is úgy érzed, hogy szeretnél önmagaddal kapcsolódni, ha te is úgy érzed, hogy van mit elengedned, ha úgy érzed, hogy megérdemled azt, hogy 10 nap csak rólad szóljon, akkor hatalmas szeretettel várunk, és biztos vagyok benne, hogy te sem fogsz csalódni, mint ahogy én sem csalódtam Baliban soha. Köszönöm szépen, hogy velem voltál!